szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Satisfactory folytatása. Lássuk, hogy állunk betonnal. Nem sok. Még mindig nem sok. Lássuk, mennyi van itt a raktár. Hát azért egy nem végtelenül nagy, de valamennyi akad. Ahogy ez is lassacskán gyűlik. No. És akkor... Minden jól megy, akkor itt össze tudjuk gyűjteni majd a alapanyagokat. Ugye alapvetően ezért gyűltünk. Remélem ezzel nem öljük meg a termelést. Mondjuk úgy érzem, hogy rúdból egyértelműen sok lesz majd. Mi kell nekem? Merger, ugye? Nem, ezt itt. Merger. De olyan, amelyik ebbe az irányba. Tolja. Oké. És ugye innen tehát. Kettő kell, kettő további. A. Innen a megfelelő helyre megy. Mondjuk valószínűleg ennyit nem is tud behúzni. Mondjuk összesen azt hiszem csak 60-at termelnek, úgyhogy igazából be tudja húzni, ha nem lenne feltöltve az összes. De az nem is nagy baj. No, hát akkor egyelőre itt lesz majd egy csomó cső, rúd, akármi. Igazából, ha megfelelő helyre rakom, akkor azt a mini kanyart nem kell eljátszanom. És annyi szépséget azért együtt tegyünk meg. Most hogy nem tudom. Ja, hogy nem az kell nekem. És akkor hirtelen meg tudom csinálni, ha azt rakom ki, ami kell. Na, és akkor mindjárt jobban néz ki a dolog. És mindjárt egy kicsit kevésbé spagett is. Bár az alapproblémát persze nem oldja meg. Jó. Ja, hogy ezt nem építettem meg, csak ha megfelelő helyre leraktam. No, mindegy. Igazából ez most... Ilyen viszonylag egyszerű példány.
Jó. Lássuk ezt a nagyobb gyártóelemet. Az assemblert, hogy... Ha lenne hozzá... kütyüm, de olyan kütyüm nincs. Tudom, hogy az egyikhez kell csavar, az még majd egy külön móka lesz. Azt elszállítani oda. És ezt is lehetne sokkal szebben elkövetni. Ó! Viszont ebből már van itt. Nem csekély akkor. Na, és akkor lassan megvan a kellő kütyű, kellő felszerelés a... hogy hívjákhoz. Űrlifthez. Egyébként azt valószínűleg föl fogom telepíteni az egész fölé. Igazából oda. Jó eséllyel oda. Ahhoz majd rengeteg-rengeteg betonra lesz szükség, de egyenlőre még belefér. Hogy különösebben nem. De szeretném a, legalább az alapokat megcsinálni. No. Csavar kell mindegyikhez, rengeteg. No. Remek. Azt hiszem, akkor kell összesen 4 gyár. 4 ilyen assembler. Hogy járok jobban? Hol fogom alkalmas helyen kialakítani? Hát azt a csavart, azt valahol keresztbe kell majd szállítanom mindenen. Jó, mondjuk így. Aztán ez még belefér. Ha jól végezzük a dolgunkat, akkor összesen 4 assembler kell. Ilyen nagyon nem kell bonyolítani a hozzávaló mutatványt. Legyen elég hely azért mindegyik között, hogy ha kell, akkor vissza tudjunk hozni nyersanyagokat. Úgyhogy azért még egy pici betonozás itt kell majd. Ha már itt vagyunk, akkor ez legyen a falig kipörgetve. Oké. Okay.
nem mintha nagyon kellene, de akkor itt majd befér egy következő elem, vagy valami. Kellemez majd, ugye? No. Rotor. Kocka. A smart platinghez meg majd ráérünk a legvégén. A rúd. Melyikhez kell rúd? Ehhez kell a rúd. Ehhez nem kell. Csavar az egy külön mutatvány, de az most nem izgat. Ehhez is kell rúd. Jó, akkor ide kell egy elosztó. Aha, szokásos, hogyha akarom kényelmesen építeni, akkor kell egy további padló, egyenlőre ideiglenesen. És akkor már ide lesz a csavar ugyanígy meghozva. Kell még megerősített lemez, a másikhoz meg lemezésrotor. Jó. És annak érdekében, hogy itt előre ne legyen gubanc, itt egy elosztót kirakunk. És akkor csak az egyik ágat fogjuk lelopni. Jó, most egyenlő technikailag az összes ág le lesz lopva, és hát nem cifrázunk, ez megy itt nyílegyenesen a levegőbe. Lehetne szebben, de most nem fogom ebben megcsinálni, mert nem kell. Majd egyszer kicsit rendezzük, de valószínűleg még ez az összes ez itt leginkább ideiglenes. Úgyhogy ne csináljunk úgy, mintha nem az lenne. Hogy hozom át a lemez az könnyű. Kap szintén egy ilyen elosztót. Az a maga részéről tiszta. Már tiszta lenne, ha elég közel lehetne. Annak érdekében, hogy ne legyen ebből gond, ezt már el is söpörjük. Hát az most már nem is kell. Majd ott föl tudunk relatív normálisan menni.
Oké. Aztán találjunk itt egy alkalmas elosztót, amiben még nincs minden betöltve. Hát ez nem nagyon lesz. Azt elég csúnyán teletöltöttük. Jó, viszont persze ezáltal megnövekszik a maximális képesség a jelen szint fölé, úgyhogy akkor kell egy új erőmű, mert még nem volt abból túl sok. Még nem volt ebből elég. Ahogy itt kezdünk nem jól állni biomasszából. Se sok, és se végtelen. De legalább valami. Jó, egyet akkor átraktunk már biomasszára, vagy mi az ilyen másik fajtára. Annyival bejjebb vagyunk, nem sok, csak azt, amit lesz az ideje, hogy egy nagyobb adagot majd itt toljunk. Egy újabb ilyen. Azt a 20-at elviszem, mert kell a, hogy hívják be, fűrészbe, és akkor gyűjthetünk megint növényeket. Mert ezek szerint azért ez fogyó anyag. Csúnyán fogyó anyag. És hát még sehol nem vagyunk. Mint látható. A fénhez. Hát majd nagyon-nagyon-nagyon kellemes lesz, amikor végre megszabadulunk a bioüzemanyagtól, és egy tisztességes, végtelen újrafelhasználhatóságú szénre áttérünk. A fogyóeszközről. A mentést azért nem annyira szerette. Bár azt hiszem, egy picit javítja egyébként a játszhatóságot, azt, ha elpusztítjuk az összes növényt. Mert akkor legalább azt már nem kell kirakni. Pótoljuk gyárakkal.
Legalább pótoljuk gyárakkal. Azt a szép nagy növényt még leszedjük. De még van egy-két helyem. Azért a 2000 levél az segít. Meg a fából is van egy adag, ha nem is végtelen. Mondjuk ez egy 40 fa volt. Az már majdnem tétel. Jó, olyan sok végtelen tárolunk már nincs. Úgyhogy azt hiszem akkor egyenlőre ennyi volt a terepgyilkolás. Ezzel megszereztünk kellő mennyiségű cuccot. Egy időre. Nem igazán random visszaúton egy kicsit be lehet szedni. Némi levelet. No, és akkor ezt gyorsan bedobáljuk majd ugye a feldolgozónkba. Hogy legyen legközelebbre is. Alulra a fát. Felülre a sok-sok levelet. Olyan csinosan néz ki ez a fa, ahogy lassan halad. Na és van egy újabb készlet. Jibi! Mondom, hogy tényleg brutális tempóban fogyasztja az energiát. Most már. Jó, az legalább elfogadható tempóban eszi csak a másik fajtát. No, hogy áll a betonom? Mert az, az azért egy-két kritikus elem. Attól függ, hogy tudom-e gyártani majd ugye az űrliftet. 200, hát azért azt nem mondanám, hogy végtelen van. Csak hogy nem nulla. Na, és akkor sipircelünk a... Hogy hívják hoz? Gyártmányunkhoz. Lesz ez nekem jó. Harmadik vagy negyedik a jó? Nem tudom, majd kiderül. Azt hiszem a negyedik a jó magasságban van. De lehet, hogy a harmadik. De a harmadik jó. Mindegy is. De úgy halad. Ez innen jön a következő móka. Hogy majdnem elér, csak nem.
ezeket ki kell szedni, mert különben végképp járhatatlan lesz alatta a terep. No, viszont akkor elvileg... kettő működni fog. Kilenc. Okay. Másik irány. Egyelőre ide betoljuk, aztán majd lesz még. Még tudom, hogy ezt valahol majd el kell osztanom a másikhoz, de egyelőre megfelelő lesz így is. És akkor legalább ezek a modulár frémek elkezdenek gyártani. Mert ha igazából jó lett volna, ha ez nem indul el, mert így most egy csomó elindul ide. Annak ellenére, hogy az nem köl. Na mindegy, jó helyen van. Egyik sem gyártódik kellő mennyiségben ahhoz, hogy ezzel gondunk legyen. Főleg most, hogy viszont kiszedtem egy áramot, és azt nem raktam még vissza. És ennek köszönhetően nem működött. Jó. No hát, fél siker, de működik, kivéve az, ami a űrlifthez kell majd. De ahhoz, hát nem örülök, de egy párat kénytelen leszek kézzel reszelni. Ilyen megerősített lemezből, ez annyira nem vészes még. És kell, ha akarom, ha nem. No, a fő kérdés, hogy mi hiányzik még majd az űrlifthez. Mert akkor lassan opció lesz, hogy fölköltözünk végre. És akkor utána már nincs olyan észvesztően messze, hogy hívják. Alapvetően egyik se. Nyolc betont igényelne sokat, úgyhogy nem. Ez meg lemezt, amit szintén nem vagyok hajlandó erre elpazarolni. Jó. Mi kell az űrlifthez című kérdés? Lemez. Alapvetően minden megvan, kivéve beton. Meg rengeteg hely. Na, a kérdés, hogy hol akarom a létrámat, a lépcsőmet megépíteni ehhez fölfelé. Azt hiszem, azt itt fogom elkezdeni.
Na hát ez egy meló lesz megépíteni. És akkor innen indulunk fölfele. Meg még nagyobb meló lesz majd eltakarítani a fölösleges elemeket. Az egyik legnagyobb haszna annak a awesome shopnak, hogy akkor meg lesz majd az a rendes létra fölfelé, lépcső fölfelé. Upszi! Amelyiket ennél, ezen munka nélkül lehet. Ezt egyel beljebb kellett volna csinálni. Most már nem izgat. Majd egyszer lehet, hogy újraépítjük. Na, lássuk, hogy ez hol áll ahhoz a kiszögelléshez, nem jó pozícióba. Nagyjai, akkor még egy lépcső fog fölfele. Legalább. Nem, még egy lépcsőfok kell. Mert egy csipetnyit ütközik, és az nem oké. Ezekkel meg beszéljük meg itt a helyzetet, mert útba lesznek, és akkor az sose jó. Na hát ez volt a legkényelmesebb opció. Jó ideje. És itt majd amikor a zöldséget kitakarítjuk, akkor rengeteg zöldséghez hozzájutunk legalább. Meg egy értékes csigához. Splatch. No, hát akkor itt kezdődhet majd a betonozás idővel. Már igazából azt hiszem az alapokat már most el fogjuk kezdeni. Oké. Nagy részét visszanyertük. Hát alulról kellően ronda. Ugye ehhez kellene a másik irányból a fedőelem. És akkor most, hogy kifolytunk betonból, még kéne végtelen. Úgy nagyjából mekkora lenne az a űrlift. Aha, Tehát még egy olyan körülbelül ugyanolyan
minimum kockásítani kéne ezt a mezőt, amit itt össze raktunk. Ez egy jó mókának tűnik. Biztos csak egy kevéske betonra lesz szükségem. Itt vissza lehet nyerni egy adagot. Na nem ez, mert az pont kell. 120, az olyan majdnem semmi. Ez majdnem olyan, mintha semmit nem csináltunk volna. Van-e itt fa? Nincs. Semmi nincs. Na jó, azért a üzemanyagot azt szerezzük ki. És cseréljük le. Az azért segít egy csipetnyit, és akkor ezt a bioüzemanyagot ide be lehet dobálni. Hogy mint tároló meg legyen. Remek. Végtelen feladat. A betonozunk. Azt a gazt legalább ki tudtuk marni. Ez a 300, ez mondjuk segít. Ez határozottan segít. Ezt nem szedtem le, vagy visszanő most már. Mind a kettő hasznos. Egyébként, de ha visszanő, akkor az tényleg szimpi, mert akkor azért egy-egy ilyen itt hagyott növénnyel legalább valahova jutunk. Aztán majd nyilván meg lesznek a ugrópadok, meg csőhálózatok, meg mi egyebek, amik itt segítenek a lefölrohangászásban. De az majd egy picit később még. Most egyenlőre körülbelül annyi betonból, amennyiből meg is építhetnénk az űrliftet, a padlót építjük meg az űrliftet. Sehol nem marad ki. Erre az kimondottan kellemetlen lenne. Mondjuk most még nagyobb rész nem a levegőben áll. Úgyhogy nem lenne katasztrófa, de mondjuk tisztetnénk akár csak innen a visszajutással. Még mondjuk kettő sort építünk, aztán megnézzük, hogy hogy állunk. Van-e már elég ahhoz, hogy kirakjuk? Legalább nyomokban. Nem ki tudom jelölni itt a belógó fákat. Oké. Persze, hogy csak egyre volt elég. No se baj. Úgy is kell. Mindig minden. Itt szerzünk egy adagot. És akkor nekiállunk a nagy fajírtásnak.
Olyan nagy paírtás az nem lesz. Mert tele vagyok alkatrészsel, ugye a esetlegesen majd megérkező, hogy hívják hoz. Űrlifthez. Csak nincs meg a beton hozzá. Azért valamennyi van. Úgyhogy annyira nem vészes a helyzet. Hát azt a velógófát mindenképpen ki kell szedni, de igazából a többit is. Úgyis kell a fa is, meg útban van így az összes zöldség. Úgyhogy ez egy kölcsönösen előnyös kutatvány. Mindkét oldalnak hasznos. Már amíg van helyünk. Aztán ez az a másik, ami még itt belógott. No, meg itt egy adag, ami ha nem is lóg be, de nagyon közel van hozzá. Úgyhogy hadd pusztuljon. És akkor majd nyilván ide föltelepül a kutatóállomás is, meg a többi hasonló. És akkor mindenki boldog. Ráadásul lent akkor egy kicsit rendezni lehet majd a vasgyárat. Majd ha szükség lesz rá persze csak. Nem azonnal. Remek, és itt néhány hatalmas fa, amiből valószínűleg rengeteg értékes fa jön. Hát olyan nagyon nem. Van, amiből akár 30 fát is kapok. Wow. Hát ennél többet vártam. Kipircelj, mert lesz egy kis hús is ebbe a fagyűjteménybe. Madárka. No hát, lett ami lett. Azért nyilván segített. No. És akkor bedobáljuk szépen. Alulra fa, fölülre levél. És kettők közé meg, hogy hívják, bioüzemanyag. Aztán majd kiderül, hogy lesz-e elég vagy sem. De úgy látom azért ebből egész emberi módon el vagyunk látva. És ez nem azonnal elfogy, csak gyorsan fogy. Aha, na itt a gond, amikor ez viszont gyakorlatilag leáll. És akkor két vagy három adag kéne azonnalra. Ami azért úgy nem ezzel a tempóval épül. Ezzel nem vádolhatjuk. No, van-e 500 betonom? Az egy állandó kérdés. A majdnem, csak nem. Itt van 100, és gondolom a másik oldalt se lesz sokkal több. Mert nem régiben jártunk arra.
Nem olyan nagyon tegnap, de azért jártunk erre felé is. De azért már egy-két ilyen gyárszerű kinézet akad. Az azért örömteli. No. És akkor ide bedobunk még egy... építőt. Ha sikerül. Ami fogja gyártani a kritikus elemünket. Rotor és megerősített lemez. A felső a lemez. Ja, akkor arra földobunk egy elosztót. És a másik a rotor, amit meg majd ide bevezetünk, ha megtalálom, hogy hol készülnek a rotorok. Azt hiszem az itt. Majdnem. Majdnem nem estem le, csak leestem. De sikerült visszakerülni. Wuhu! És ha bekötjük, akkor egyrészt megint fölötte tudunk lenni az elvi képességeknek, de mondjuk gyakorlatban úgysem fogjuk kihasználni. Két rotor percenként, meg két megerősített panel. Ez 3 percenként, de mondjuk egyiket se akarom így. 25% mind a kettőből teljesen elég. Ez igényelne 100 csavart, annyit nem tud kapni fizikailag. Úgyhogy 60 csavarra, 60%-ra visszavehetem nyugodtan. Mert 60 csavarnál többet nem tud kapni, ha tömve van a útvonal akkor se, sőt 30-nál nem fog kell, mert itt osztom ketté, úgyhogy ez 30-nál több ez nem lehet. És hát akkor elég jóval kevesebb ugye majd, és ez se lehet 30-nál több, tehát 50%. Két és fél per perc. 1,2 percenként. Mennyi a, ezeknek a fogyasztása? 0,75 perc. Plusz 0,5. Jó, akkor ott meg mindig lesz némi többletünk. És fél. Jó, akkor mindegyik működik. És az elméleti fogyasztásunk az jóval alatta van most már a gyakorlati képességnek. Remek, ez azért segít majd.
ugye ez a alul értékelés az mindig segít azon, hogy ne szálljunk el egy bizonyos ponton túl. Mennyi betonom van? 200. Hát az olyan majdnem elég, csak nem. De ez már úgy érzem legközelebbre marad annak a kezelése. Már azt hiszem ennyit tettünk. Már se volt egy rossz menet. Beton az lassan készül. Ahhoz, hogy egyébként hagyni fogom akkor egy picit itt dolgozni magába majd a játékot. Hogy ne várjunk a betonra. Vagy addig guberálok zöld anyagot. Azt se fog ártani. Itt a termelőinknek. No, van-e amelyik még nem megfelelő anyaggal dolgozik? No. Aztán mindegyik jó. Kérdés, hogy mennyire jó. 120. 13. Az nem egy egészséges mennyiség. Egyébként nagyjából okék vagyunk. És egyelőre nem tudjuk a töbletet betölteni. Mondjuk egy nem olyan rossz opció. Ez legyen a legnagyobb bajunk. Hol volt? 12, és akkor mégiscsak van benne valamennyi. Innen folytatjuk, már annyi.